June the 23rd go down in our history as our Independence Day. Bekövetkezett a brit rémálom, megszavazták, hogy kilépnek az Európai Unióból, az Opten pedig megvizsgálta, hogy ez mennyi céget érint nagyságrendileg Magyarországon. Csak nem 3000 hazai cég tulajdonosi hátterében találhatóak brit érdekeltségű cégek és magánszemélyek, amelyeknek a száma az EU-s csatlakozásunk óta, azaz 2004 óta folyamatosan növekszik, annak ellenére, hogy az összcégszám Magyarországon csökken. A 3000 cég úgy jön ki, hogy bár a közvetlen brit érdekeltségű cégek száma 2300 körüli, de az Opten adatai szerint, hogyha a közvetett brit érdekeltségű tulajdonosi láncot vizsgáljuk, akkor már 2964 darab Magyarországon bejegyzett brit érdekeltségű cégről beszélhetünk. Ezeknek a cégeknek a jelenléte nemzetgazdasági szinten sem elenyésző, mivel körülbelül olyan 73 ezer alkalmazottnak adnak munkát, és évi 8000 milliárdot meghaladó árbevételrel rendelkeznek. Jól látszik ezen az összehasonlító ábrán, hogy 2011 és 16 között a működő magyar cégek száma csökkent, miközben a közvetlenül brit érdekeltségű cégek száma folyamatosan nőtt. Az elemzés szerint a tulajdonosi háttértől függetlenül minden céget érinthet valamilyen szinten a Brexit. Ezek a cégek nem feltétlen exportálnak és importálnak is Nagy-Britániába, ugyanakkor azoknak a cégeknek a száma, amelyeknek a tulajdonosi hátterében nem feltétlen található brit érdekeltségű cég vagy magánszemély, érintheti őket is, hogy olyan céggel vannak kapcsolatban, akik Nagy-Britániával kereskednek. A hazai közel 600 ezres cégbázisban a 2300 cég nem tűnik elsőre soknak, 0,5% körüli arányjal, de mivel a GDP-hez ezek jelentősen hozzájárulnak, mégis komolyan foglalkozni kell velük. A britek kilépése minősége és mértéke még kérdéses, de már maga a bizonytalanság is veszteségforrás lehet.